Újabb prostituáltakat futtató hálózatot lepleztek le a Nógrád megyei rendőrök nemzetközi összefogásban. Rövid idő alatt ez a második hasonló és sikeres akció, melyben részt vettek a főkapitányság nyomozói. A salgutariáni bűnszervezet leleplezésében a hollandokkal, a mostani esetben pedig az osztrákokkal volt eredményes az együttműködés. A Nógrád megyei rendőr főkapitányság bűnügyi igazgatósága prostitúció elősegítése és kitartottság büntet miatt az osztrák szövetség és tartományi rendőrséggel együttműködve 2015. július 7-én fogta el és vette őrizetbe azt a 26 éves Tari nőt, illetőleg 47 éves Tari férfit, akik a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatóak, és prostituáltak futtatásából tartották fenn magukat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2010 évtől kezdődően Bécsben több olyan stúdiót működtettek, amelyet bordélyházként üzemeltettek, és ebben elsősorban Nógrád megyéből, de az ország más területeiről is nőket toboroztak, ehhez még újsághirdetéseket is felhasználtak. A nők kiutazását, kinti tartózkodását, munkáját megszervezték, ennek során fokozatosan, illetve folyamatosan felügyelték a tevékenységüket, majd a prostitúciós tevékenységből származó jövedelemnek az 50%-át saját részükre fordították, tehát megélhetőséget biztosították belőle, illetőleg vagyoni gyarapodásukra fordították. A főkapitányság bűnügyi igazgatósága a rendészeti igazgatóság állományával Magyarországon, míg az osztrák társszervek pedig Bécsben egy időben hajtottak végre nyomozási cselekményeket. Ennek során Magyarországon elfogásra kerültek a gyanúsítottak, illetőleg lakásukon házkutatás került megtartásra, még Ausztriában pedig a stúdiók ellenőrzésére került sor. A házkutatások során a tárgyi bizonyítási eszközökön túlmenően az illegális jövedelemből származó vagyontárgyak lefoglalására is intézkedtünk, így nagyobb mennyiségű készpénz, gépjárművek, ékszerek kerültek lefoglalásra. Az elfogásokat követően a gyanúsítottak kihallgatásra kerültek, és őrizetbevételük mellett előterjesztést tettünk az előzetes letartóztatás indítványozására a Pásztori járási ügyészségen. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy több tucatnyi nőt futtatott a páros, amely az eddigi adatok szerint nem állt más hasonló bűncselekményekkel gyanúsítható bűnözőkkel kapcsolatban a megyében.